Tényleg így néz ki a jövő, hogy mindent online veszünk meg? Hát itt vagyunk a jövőben, most is nagyon menő ez a stúdió, gratulálok hozzá, és nagyon klassz a rendezvény. Hát én azt gondolom, hogy az online vásárlást nem kell bemutatni nagyon, de mégis azért ez évről évre változik, és most talán ennek a vírushelyzet kapcsán egy olyan fordulóponthoz érkezett Magyarországon is, ahol felgyorsul és jelentőset változik a következő időkre vetítve. Azért ez téged személyesen még jobban érint. Milyen érzés az, hogy igazából egy világjárványnak köszönhető, hogy kasszát rombantottatok? Hát ez egy emberileg nagyon fura érzés az, hogy cégvezetőként ugye koncentrálni kell arra, hogy a kollégáinkat, a családjaikat, magát az emberi életet hogy óvjuk, és hát közben pedig ugye azért van egy üzletmenet, amit fönt kell tartani, és van egy lehetősége az online vásárlásnak, amit meg csúnya szóval, de ki kell használni, úgyhogy ennek az ötvözete van bennem is, hát érdekes napjaink és napjaim vannak. Uh-huh. Mi fogyott a legjobban? Mi az, ami téged is meglepett? Hát ugye a járványnak sok szempontból sok különböző fázisa volt. Ugye az első fázis, a hiszti fázis. Hiszti fázis? Hát, ezt fejtsd ki jobban. Mi az, egy hiszti fázis? Hát az emberek egy új helyzettel találkoztak, természetesen megijedtek ettől, mindenféle érdekességeket lehetett olvasni a sajtókban, vagy nézni a tévében. Sokszor úgy sok embert riogattak, sokan esetleg arra gondoltak, hogy egy nagyon komoly helyzet fog érkezni. És ez már az online tevékenységben is érződött. És ez azonnal megmutatott az online tevékenységben, tehát például az első napokban ugye a higiéniai eszközök, a tartós élelmiszerek kifogytak, ugye sorba álltak az emberek, ameddig lehetett a boltok előtt, és amikor ezt korlátozták, vagy jobbnak látták már, hogy okosabb inkább nem találkozni annyi emberrel, akkor pedig ezt online-ra tették, ezt a tevékenységet. Uh-huh. És te a saját üzleti oldaladról mi az, amit észrevettél? Mik a legőrültebb tendenciák most, vagy voltak a karantén idején? Ugye az eMag és Axiom Digital két egyik legmeghatározóbb brandje a magyar online térnek, úgyhogy elég sok rálátásunk van arra. Az egyik inkább egy plázább jellegű, tehát szinte minden megtalálható, a másik egy műszakibb márkánk. Az látszik, hogy minden elindult, olyanok is, amire nem gondoltunk, így utólag találunk benne logikát, hogy az emberek mondjuk kevesebbet utaznak, és az itt fel vagy megmaradt mondj konkrét példát, tehát mi az, amire nem gondoltatok és elindult? Hát nem gondoltunk ilyen mértékű mondjuk sportszer otthoni eszközök vásárlásába. A do it yourself, mint mozgalom, uh-huh. Most már mondhatom, hogy egy mozgalom Magyarországon, hogy kitalálta nagyon sok ember, hogy saját maga fogja megcsinálni otthon az elromlott dolgokat, esetleg ő nyírja le a sövényt, vagy kifesti a kisfészert, és az ehhez lévő eszközöket ugye lehet látni, hogy az internet mennyire bővelkedik abban, hogy mennyi információt, valós és valótlan eszközöket ad nekünk, és hát ezeket mind-mind beszeretnék uh-huh. szerezni az emberek a munkájukhoz. De akár a kis tabletjeiket is otthon akarják megszerelni, vagy ezt titeket, tehát az digitálisságot nem annyira érinti? Hogy volt ez? Hát a tabletet azért még nehéz otthon megszerelni, de az látszott, hogy elindult egy olyan okos felhasználás, amiben mindenképpen tudatosabban kezdenek az emberek vásárolni, uh-huh. tudatosabban kezdik kiépíteni az otthonukat. Ez egyébként az online marketingben, az online portfólió kialakításában mind-mind a következő időszakra komoly befolyást fog adni, és adott is, tehát egy átalakulás megy ennek kapcsán. Tudsz konkrétabb lenni, hogy milyen átalakulás várható? Hát például azzal, hogy otthon vagyunk, az a promóció alapú vásárlás, ami jellemző volt az online térre is, ugye az offline térre mindig is, hogy óriás akciótáblák, vagy százalékjelek, vagy különböző kuponakciók segítik a fogyasztásnak a növekedését. Ez azzal, hogy otthon vagyunk, sokkal többet interneteztünk, ez megváltozott, és az emberek azt kezdték el vásárolni, egy picit akciótól függetlenül, amire szükségük van. Ezzel viszont azok a innovációk, amit az elmúlt években, évtizedekben az online térben jöttek, főképpen az adatalapú információk, tehát hogy minél több adatot gyűjtsünk, ugye a big data-t hallottuk az elmúlt 10 évben. Igen, erről ma is szó lesz bőven. Az elmúlt években talán már nem is halljuk adja, de most kezd ez a gyümölcs beérni, tehát ez a rengeteg adat,
ez az emberek vásárlásához felhasználható, például, hogy személyre szabott ajánlatokat, személyre szabott bánásmódot kapjanak. Ez eddig nem volt annyira érdekes, vagy inkább úgy mondom, hogy a nagy cégek próbálkoztak vele, és persze egy jó innovációnak tűnt, csak az eredménye nem volt akkora. Most úgy látszik, hogy az eredménye is elkezdett ennek működni, és sokkal inkább ez az érdekes, mint hogy az, hogy újabb százalékjeleket lássanak az emberek. Az árakra ez milyen hatása volt? Tehát én azt gondolom, hogy lemennek, de... Hát az árak először ugye, ahogy a hisztit neveztem, természetesen vérszemet kaptak a nagyon sok gyártó forgalmazó, és hát az árakat elkezdték finoman felfele nyomni, kihasználva azt, hogy a készleteik végesek. Ez ugye egy rövid távú gondolkodás, és ezzel ugye nem vevőt lehet csalogatni, hanem épp az ellenkezőjét. Kihasználni egy ilyen helyzetet szerintem nem annyira etikus dolog. Aztán pedig természetesen a fogyasztás beindult, ehhez a gyártás is beindult, úgyhogy az árak nagyon gyorsan normalizálódtak. Én azt gondolom, hogy akció ide vagy oda, vagy százalékjelek ide vagy oda, az árak körülbelül ugyanazon a színvonalon vannak. És ez várható is a továbbiakban, vagy van irány, amit te meg tudsz jósolni? Hát én azt gondolom, hogy ugye az árak egy nehéz kérdés, mert vagy hát könnyű kérdés az interneten, nagyon gyorsan összehasonlíthatóak, a verseny hatalmas, tehát ez az segíti, hogy itt nagyon elszállni ebben nem lehet, úgyhogy a fogyasztó érdekei az az, hogy egyre olcsóbb legyen, de Magyarországon egyébként az a tendencia, ami az egész világon már jelentős, hogy az árak mellett elkezd számítani a szolgáltatás minősége is, a sebessége, a szerviz, amit az adott cég, a háttérszolgáltatások, amit az adott cégek adnak, ezek elkezdtek nagyon jelentősen beletenni a vásárlási döntésbe, már-már olyan szinten, hogy az ár már nem is mindig elsődleges szempont, még a magyar fogyasztónál se, ami itt Kelet-Európában azért egy kuriózum. Azért ezt nézzük meg, ha már szóba hoztad Kelet-Európa és Magyarország, van-e egy nemzetközi egyensúly ebben a rendszerben? Tehát ki honnan rendel, nem tudom, hogyan szerepel ebben az, hogyha én mondjuk Kínából rendelek, hogy lehet ezt az egyensúlyt beállítani? Ugye a magyar országon és az online térben nem csak a magyar cégek, hanem természetesen az egész világ összes cége és a nagy versenytársak mind-mind játszanak. Az, hogyha valaki Kínából rendel, nem összehasonlítható azzal, hogyha innen Magyarországon vagy a régióból rendel. Hogy nem összehasonlítható? Ezt hogy érted pontosan? Kínából rendelni egy ilyen, először egy mondjuk azt, hogy poén, tehát egy olyan jó élmény, hogy hú, de messziről jön, képzeljétek, egy jó beszéd téma, képzeljétek Kínából, kis faluban rendeltem, és ide ért a termékem. Teljesen más elvárásaim vannak ezzel a termékkel, eleve nagy összegű terméket ugye azért senki nem rendel Kínából, de az, hogy ez hetekig, vagy akár hónapokig jön meg, az belefér alatba. Egy magyar országon működő webshoppal vagy online áruházzal szemben az az elvárásunk, hogy egy-két napon belül kapjuk meg a terméket. Uh-huh. Itt a nagyobb értékű azokhoz a termékekhez, amihez garanciát, szervizt, leírást, tudást várunk el, azokat innen fogjuk vásárolni. A kínai webshopok pedig a sok-sok kis kütyűvel, telefontokkal és egyéb kuriózum termékkel tudnak versenyezni. Könnyítés egyébként a távol-keleti webáruházoknak, hogy a postaköltség és a szállítási költség nagyon alacsony, vám és egyéb díjak nem mindig vannak a termékre, ebbe egyébként Európa Uniós szabályzások lettek volna az idei évben bevezetve, hogyha ha nincs ez a vírus. Ez így ezt most elhalasztódott mondtad, egy évvel, de hát az várható, hogy ezekre a termékekre áfát és vámot is kell majd fizetni, tehát így a versenyképességük azért jelentősen csökkenni fog. Jött a komment. Az első komment, ami érkezett, el tudsz-e képzelni olyan jövőt, amiben egyáltalán nincsenek boltok? Zámbó Édu a kérdése. Hát ezt egy boltostól azért elég nehéz erre, hogy mondjam, jó választ adni. Itt talán lehet, hogy az offline boltokra gondol, nem vagyok benne biztos, hogy idő, amire. Én azt gondolom, hogy egy offline bolt az egy élmény, és az élmény irányába mennek. Például mi is erre jöttünk rá, hogy nem azért jössz feltétlenül az üzletbe, hogy ott egy döntést meghozzál, mert már online kinézted
lekommentelted, már tanácsokat adtak a barátok, ismerősök, láttál róla fotókat, videókat, bejössz a boltba, hogy találkozzál vele, hogy magát a vásárlást, hiszen most költeni fogsz, azt egy picit így megünnepeld, megkoronázd. Erre való az offline, és én azt gondolom, hogy erre a jövőben is fogjuk tudni használni. Tehát nem hiszem, hogy teljesen ki fog tudni szorulni, és nem is baj, mert ha belegondolunk, ez egy sok családnak egy program, hogy hétvégén akár elmennek, és nézelődnek, vagy... Erre mondjuk vagy, a plázázás szót. A plázázás, igen. Ez most a vírus hatására egyébként jelentősen megváltozott, mert például a pláza használatban is mi azt, ugye vannak plázás üzleteink, és azt látjuk, hogy tudatosan mennek be az emberek, sokkal kevesebb ember megy be a plázába, viszont aki bemegy, az vásárol, tehát maga a konverzió, tehát egy látogatóra lévő vásárlás, az nőtt a plázákba, viszont a látogatószám az csökkent, és az áttevődött online-ra. Uh-huh. Amíg várjuk a következő kommentet, addig megkérdezném, hogy ugye nagyon-nagyon elterjedt most a mindenféle közösségi médiák marketplace-e. Ez mennyire barmolja szét, már bocsánat a kifejezésért, azt az egyensúlyt, ami most kezd beállni, vagy ami van? Hát... hogy a te szabadat használjak, szétbarmolja, igen, tehát mindenképpen látszik. Ugye ezek a közösségi médián található marketplace-ek főképp a másodvonalú, tehát a használt termékekre mennek, ami egyébként egy környezettudatos gondolat, és elég nagy divatja van pillanatnyilag, tehát valamilyen szempontból meglátszik. Azért az új termékek, a tartós fogyasztási cikkek, vagy akár az ételek, amik most igazán reneszánszát kezdték el érni az online piacon, azokat nem lehet elérni ilyen felületeken, vagyis az emberek nem hiszem, hogy tartós tejet vagy száraz tésztát mondjuk ezen a felületen mernének venni. Igen, valószínűleg nem. Jön a következő komment. Nagyon ügyesek vagytok, hogy kommenteltek, tényleg. A koronavírus járvány után is maradhat a trend, hogy többen vásárolnak online kérdője. A karantén alatt vásárlók a jövőben is online vásárlók maradnak? Kovács Tíme a kérdése. Hát ha szeretitek a számokat, én jó sok számot tudok, és statisztikát. Az online vásárlás Magyarországon, ha most erre vonatkozik a kérdés, kb. 6%-ot vett ki a tavaly évben a teljes kereskedelemből. Tehát azt mondhatnánk, hogy egy pici szegmens, ez a 6%, mondjuk összehasonlításképpen ez Angliában 17%, vagy Csehországban 10% körül van. Ez azt jelenti, hogy van lehetőség még nőni. A vírus hatására ez a szám Magyarországon is megváltozott, és 2-3 évet fejlődtünk legalább, tehát a 6%-10% fölé bizonyos termékeknél 20-25%-os arányt is elért. Tehát egy jelentős bővülés történt. Az emberek, akik nem új vásárlók jöttek, mert mindenki vásárolt már online, csak a vásárlási szokás alakult át, hogy az nem egy program, hogy most online vásárolok, tehát az hú, most gyere, most vegyünk valamit online, nézzük meg, és nyomjuk meg, hanem az egy mozdulat, egyszerűen egy habitussá vált. És ebben van a nagy változás, és akinél ez egy egyszerű gomnyomás, ugye elmentik a hitelkártyákat a weboldalokon, ugye nagyon egyszerű a felhasználói regisztráció, pikpak megtörténhet maga a folyamat, ezt megszeretik az emberek, és hát ott maradnak. Azt látjuk, hogy a vírus után jelentősen maradtak, természetesen az offline boltok visszakapták egy picit a lehetőségüket, és a forgalom oda is tevődik, de jelentős mértékben maradt. Az látszik, hogy ebből a 6%-ból így a nap végére kb. 10% lesz, tehát annyi lesz, amit kiveszünk, ez körülbelül egy 3-4 éves fejlődés egy év alatt. Uh-huh. Mondtad, hogy vannak olyan termékek, ahol ez sokkal magasabb szám, melyek ezek a termékek, és hogyan látod, hogy a jövőben mi lesz az irány, mi az, ami tényleg be fog állni online-ra? Hát a műszaki termékek ugye azok, alapvetően, tehát érdekes módon az internethez főképp azok a termékek köthetők, amik az internet használathoz szükségesek, tehát a műszaki
termékek az igazi nagy internetes termékek, vannak olyan termékkategóriák, mondjuk IT termékek, notebookok, amik akár 30-40%-os sert is hoznak a teljes vásárlásból, és hoztak is. Az igazi győztesek viszont az idei évben a tendencia a divat, ami elindult tavaly, az egyébként a vírus hatására lelassult, tehát az, hogy otthon vagyunk, akkor nem öltözködünk annyit, és nem vásároltunk annyit, főképp az első hullám alatt. Ami viszont felelősödött, az az FMCG termékek, tehát a legnagyobb termék, vagy a legnagyobb vásárlás. Az FMCG ugye ezek a fogyasztási cikkek, tehát mind a szépségipari termékek, kozmetikumok, mind az ételek, tehát mindent, amit egy mai nagy retail láncban lehet kapni, azokat hívjuk mondjuk így összesítve ebbe a termékot kategóriába. Logikus, hogy ennek is elindul a vásárlása, mert mennyivel egyszerűbb mondjuk egy 6 kartonos tejet vagy egy ásványvizet nem cipelni a kocsihoz, hanem cipelje oda nekünk a futár. Egyébként ebben is van egy nagy átalakulás, hogy a futárt egyre inkább próbáljuk kiváltani csomagpontos megoldásokra, tehát legyen hozzám közel, de ne kelljen otthon ülnöm, ne kelljen várnom, vagy ne kelljen érintkeznem senkivel, ugye a vírus alatt ez is fontos, hanem akkor, amikor én akarom a kutyasétáltatás közben, elmegyek, kiveszem az automatából a terméket, és nem korlátoz engem senki az időmben, hogy most otthon üljek egy órát vagy két órát, és várjam esetleg a futárt. Te ilyen igazából itt a háttérben rockstar vállalkozónak vagy nevezve, erről nem tudom, hogy tudsz-e, és ennek kapcsán is érkezett most egy kérdés. Nem, de jó hangzik egyébként, bármit is jelentsen. Szerinted mi a három legfontosabb tulajdonsága egy sikeres vállalkozónak? Kovács Eszter kérdezi. Húha, hát... Mi az, ami neked jól jött? Ritkán szoktam gondolkozni ezen a témakörön. Ugye én kb. 20 éve vagyok ebbe az iparágban, valóban egy személyes üzlettel indult ez az egész, és hát már igen, felfejlődött egy egész szép méretté. Az, hogy hol és melyik fázisban érdekes a siker, az fontos, hogy az elején vagy most. Az elején az, hogy munkamániás legyél, hogy minden tőkédet visszaforgasd a munkába, hogy építs egy jó csapatot, és próbálj minden feladatot a szakértők kezébe adni, és merd odaadni, tehát a one man show-ból alakulj át egy csapattá, az nagyon fontos. Melyik volt neked a legnehezebb ezek közül? Hát talán ez. Hogy elengedni azt, hogy amit én tudok a legjobban, azt elhiggyem, hogy más is tudja. Uh-huh. Itt először egy bizalom kell, mert az a helyzet, hogy először tényleg te tudod a legjobban, és amikor beveszel ebben valakit, munkatársakat, neki a ownership szemlélete, a motivációja teljesen máshol lesz, a tudása is, de hát el kell engedni és oda kell adni, és hát az első pozitív tapasztalatok után, hogy ő is tudja, ő is jól csinálja, ezt természetesen vissza kell igazolni ügyesen, és aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy sokkal okosabb azon a területen már az adott kollégád, mint te magad, tehát ebből nagyon jól át lehet, és nagyon jó élményt lehet ebből szerezni. Ha tanácsokat adnál a nézőinknek, akik között sok az egyetemista, vagy fiatal vállalkozó, vagy remélhetőleg leendő fiatal vállalkozó, akkor mi az, amit mondanál ezek alapján? Hát nagyjából ugyanezt mondanám, hogy ha valakinek van egy álma és egy célja, azt merje elkezdeni, használja az online platformokat, maga a tartalomszolgáltatás, az online social média lehetőségek ma óriási új marketing és ügyfélszerzési potenciált adnak. Én mindenképpen azt gondolom, ha ma lennék fiatal, akkor biztos ezeken a platformokon próbálnék szerencsét és próbálnám a termékeimet eladni. Legyél egy picit egyedi, hogyha van olyan nis terület, vagy valami olyan rész, amivel más nem foglalkozik, vagy csak nem úgy foglalkozik, akár a szolgáltatás minőségében, tehát nem magában a termékben, akkor erre menjél rá, és ezzel ebben próbálj kimondottan erős lenni. Kicsit alkossunk jövőt, hogyha mondjuk belenézünk, nem is tudom, milyen messze merjünk nézni, 10 vagy 20 év előre? Hát én örülnék, hogyha jövő évet látnám, de nézhetünk előre. Jó, van, akkor legyen 10 év. Rendben. Ha 10 évre nézünk előre, hogyan látod ezt az iparágat, és hogyan látod a mi online vásárlási szokásainkat?
Magyarország és a régió azért nagyon más, mint egy távol-keleti vagy egy amerikai vásárlási szokás. Nagyon nehéz teljes mértékben összehasonlítani. Bizonyos trendek bejönnek ide később, bizonyos trendek teljesen átalakulva jönnek. Hát a vásárlás nagyon újat nem fogok tudni mondani, az, hogy ez teljes mértékben mobilra tevődik, az, hogy a gombalapú vagy kézalapú vásárlás a hangalapú vásárlássá megy át, vagy egyszerűen az ajánlás alapú vásárlássá, tehát a rendszer, a fogyasztásaink, az érdeklődési körünk alapján kitalálja, hogy mi az, amit szeretnénk megvenni, ezeket be tudjuk állítani, és akár automatikusan történhet már ez a vásárlás, tehát így maga a vásárlási élmény akár csorbulhat. Ezt próbáljuk majd olyan virtuális valóság, vagy olyan webshopokkal, amiben úgy érzed, hogy ott vagy, vagy egy sokkal interaktívabb helyzetben vagy jelen. Ilyen irányok nagyon erősödnek. A videó alapú vásárlás, videó alapú komment, hogy kommentelsz, azt már elmondod, gyakorlatilag csinálsz egy valamiféle blogot, vagy valamiféle kommentelés, de egy kis film, vagy egy videó, vagy egy social bejegyzés által. Ezek látszódnak jelentősen erősödni. Én ezt egy 5 éves távlatban merném mondani, hogy 10 év múlva ez hova fejlődik, hát lássuk meg, ha most visszatekintek 10 évvel ezelőttre, akkor azért nem gondoltam volna sok mindent, ami ma már kéztényként működik, hogy egyáltalán lesz ilyen. Hallottam, izgalmas, és jönnek a kommentek, úgyhogy én felolvasom a következőt is. Van-e bármilyen kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az idősebb generáció is az online térben rendezze a vásárlásait, például vírus elleni védekezés okán? Urbán Anikó Eszter kérdése. Az idősebbeknek van egyébként az igazi nagy változása, tehát aki most a legtöbb új vásárló az elmúlt egy évben, az idősebbek. Tehát most az idősek az egy tág fogalom, de mondjuk azt, hogy 65 pluszosok körében jelent meg. Tehát, mint az édesanyám, mondjuk, szia, mami, üdvözöllek. Mondjuk, de ne nevezzük az édesanyádat idősnek akkor. Tehát, hogy ebben a körben van a legtöbb új vásárló, hisz ők is rájönnek, jobban nyomogatják, és hát szembe jönnek a termékek az interneten. Nekik fura ez az élmény, teljesen más ez az élmény, nem értik, hogy a futár miért akar elsietni, miért nem ül le egy sütire, mondjuk, és beszélget velük, és a futárt képzik, hogy ő maga a kereskedő, közben ő ugye csak egy third party megoldása a kereskedőnek sok esetben, ezért is sokan egyébként saját futárszolgálatokat építenek már. Úgyhogy én azt látom, hogy jó a tendencia, az idősek jönnek, látnak és használják az internetet, úgyhogy, és a vásárlást is. Mondom még egyszer azt, hogy valaki kipróbálta már az online vásárlást, vagy azt, hogy ezt a mindennapi életévébe tette, az nem ugyanaz, és nagyon nagy a különbség a kettő között. Uh-huh. Igen, itt a Facebook kapcsán még visszatérnék erre a kérdésre, hogy mi az aránya annak, ugye akár a marketplace-en, hogy új dolgokat adnak el, és mi az a használt, tehát hogy ott mennyire mennek be a vállalkozások arra a piacra, kihasználva azt, hogy mindenki azt gondolja, hogy ott vehetnek újat. Érdekes módon Magyarországon ez nem jellemző, nekünk a cégcsoporthoz tartozik a Vatera a márka is, ahol ugye használt kereskedésről van szó, egy nagyon szép fellendülése van a járványhelyzet óta, illetve van Magyarországon apró hirdetési portál, ahol ezek jelentősen mennek, illetve a social media felületeken egy-kettőn ugye marketplace-ek működnek. Én azt látom a világ szinten, hogy ezek nagyon-nagyon erős cégek kezdenek kinőni, például használt ruhából, second hand értékesítésből, egyszerűen divat is ezt hordani már. A környezettudatosság az nagyon sok embert elkezdett érdekelni. De van, hogy ezt ki is használják cégek, és eladnak új termékeket azon a felületen, ahol azt gondolom. Hát így van, ez mindig valahogy az új bele megy, mert aztán a nap végén kiderül, hogy az új egy cég szempontjából sokkal könnyebb egy újat eladni, mert annak van cikkszáma, abból tud sorozatot gyártani, azt tudja befolyásolni, reklámozni, méretet tud belőle adni, tehát a használt az ebből a szempontból egy nehezebb kezelendő. De én például ebben látok egy jelentős lehetőséget, hogy visszatérve, hogy egy vállalkozás mivel tudna kitörni. Ma Magyarországon szerintem nincsen megfelelően még
nincsen megfelelően kezelve, tehát nincsen túl sok cég erre. Az is igaz, hogy az emberek tudatában is még egy pici idegenkedés van a használt iránt, nem a Brainbar nézőinél, mert azt gondolom, hogy ők egy tudatosabb célcsoportja, de összességében Magyarországon azért rendelően még kell foglalkozni, hogy ez menő legyen. Itt pontosan hol is látod ezt a lehetőséget? Tehát a használt értékesítésben azokon a felületeken, hogy valaki azzal foglalkozzon, hogy valamilyen használt másod értékesítésből lévő dolgot. És ez lehet bármi, nem csak ruha. Hát ez lehet bármi, igen. A nagy sláger egyébként az a ruhába, illetve az otthon használatos eszközökben van, azt látom. Nagyon jól alakul a beszélgetés, nézem, hogy van-e most kommentünk. Igen, személy szerint te az online vásárlást preferálod-e, vagy inkább a hagyományos termékbeszerzést? Jábor Babett kérdése. Hát ugye a cipője típusú helyzet van, én is a vírus alatt jelentős online vásárló lettem, előtte is azért mondjuk heti egyszer próbálgatnom kell, mert akkor maradok képbe, hogyha mind a konkurenciáinkat, mind a saját platformjainkat próbálom. Tehát neked hivatalból is kell. Hát ezt lehet, hogy ezt én tettem magamnak, ezt a feltételt, de most azt vettem észre, pont egy-két hete realizáltam, hogy elég sok csomagot fogadok most már hetente, és nagyon sok dolog átment az online térbe, tehát például ez a fogyasztási cikkek rész, ez abszolút. Azért az az élmény, hogy egy üzletben válogass, hogy ott beszélgess, azért szerintem egy fontos dolog, és az tényleg így mondanám, hogy az egy élmény, egy más jellegű élmény, mert az online vásárlásban is megvan az az élmény, hogy az enyém lesz a termék, hogy jön hozzám a termék, hogy a futárral találkozom, hogy kicsomagolom a terméket, tehát teljesen más típusú élmény. Inkább úgy mondanám, hogy nem összehasonlítható a kettő, az online térbe fogunk a legtöbbet költeni, és megmarad azért az, hogy offline window shoppingolunk, vagy valós termékeket nézegetünk, és beszélgetünk élő emberekkel közben. Na, hát izgalmasan fest a jövő, úgyhogy mi is tovább megyünk most a programunkkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni.